játszani dalokat. Péter Erika nénit már nem kell bemutatni, nem csak Békés Csabán, hála Istennek mindenhol szétkirtelen, hogy van Békés Csabán egy olyan néni, aki gyönyörű verseket ír, és már sose tudom, hogy 5 vagy 6 gyermekzetit jelent meg. Erika, segíts! 5 vagy 6 kötet. Már 8 kötet a gyerekeknek, és még van felnőtt. Így van, vannak felnőtt kötetek. Nagyon el vagyok maradva. Ugye Facebookon tartjuk a kapcsolatot, és rengeteg versét olvasom és lájkolom. És hát ezek közül választottam jó néhányat. Néztem, hogy ugye mikor kezdtük mi együtt a munkánkat, hát 2012-ben és 2013-ban már egy demo felvétel is készült ezekről a versekről, dalokról. Hát még sajnos nem adtuk ki lemezen, de előbb-utóbb igényen megteszem. Úgyhogy most szóljon az első dal, ami a találós kérdés, ott hoztam magammal ajándékokat, hogy ha valaki tudja a választ, akkor tud nyerni, jó? Senki, hogy mit furuljázok, vagy van, aki tud? Te vagy az első. Na mondjad! Süss fel nap, gyere gyorsan, passz tőlem egy ajándékot. Jó, itt tudsz oldalt följönni szerintem, hogy hol? Ugye, Gabi bácsi? Jó, választ. Én olyan gondoltam neked, hogy vagy egy kulcstartó. Jó, ez jó. Egy kulcstartó, nincs meg, milyen szép. Jó, vagy pedig egy nyakba akasztható ilyen mobiltelefontartó, a strandon is lehet. De nincs még mobilod. Jó, az jó lesz. Oké. Okay. Nagy tapsot kérünk szépen. Köszönöm. És akkor természetesen a napról először egy olyan népszerű francia népdal jutott eszembe, amelynek az a című, hogy Pálkat a Péter Bóreget. Igen ám, de Erika néni írt egy nagyon aranyos verset. Én nem tudom olyan szépen elmondani, hogy képzeld, mit láttam a minap, gargarizál, kedjen a mar, hogy most, hogy a fehér legyen, fogad mosott egy hóhegyen. Ruhatárát rendbe hozta, felhőhabok közt kimosta, így a napot tisztán várja, aranyfény terít a tárja. Hát viszont! Állott a Péter jó engel,
Kiskakas gyémánt félt rajcálja. Annyira szeretem, még felnőttként is mindig újra élem azt az élményt, amikor először hallottam, hogy kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félt rajcáramat. Igen ám, de az történt egyszer az egyik kakassal, hogy nem fogadott szót se anyukájának, se apukájának, se nagymamájának, se nagypapájának, és hideg vizet ivott este. Bizony. Mellette igaz, hogy megevett 8 gombóc fagyit, meg megevett 12 darab jégkrémet, az igaz, de másnap ment volna a szemétom tetejére a kiskakas, és nem tudott kukorékolni. Berekadt, képzeljük el, és olyan hangja volt, mint Donald kacsának, így csinált egy kukorékó, sziasztok, hát nem volt mit tenni, hát elment a kiskakas a doktor bácsihoz, és jobban járt, mint a mókuska, mert a mókuskát a doktor bácsi meggyógyította. Nem, bizony nem, sajnos, így van, mert huncut volt az a mókus, és újra fára ment, majd erre is visszatérünk, de a lényeg, hogy ez a kiskakas nagyon cuki volt, és elment a doktor bácsihoz, és a tudor doktor is jót mondott, nem gyógyszert írt jól, hanem azt mondta, hogy főzzék kamillateát, és gargarizálj este reggel, de legyél csendben. Kedves kis kakas, és hát ez volt a legnehezebb, igaz szülők? A gyerekek, hogy csendben legyenek egy kicsit. Van ilyen? Nagyon nehéz elérni, úgyhogy szóljon tehát te mondodról ezt a kis kakasos dalt. Sok szeretettel, aki tud közben kukorékolni, nyugodtan megteheti, már igazi hangmérnökök mentek el egyszer bevizsgálni, képzeljétek el, a kis kakas. Mert a szomszédok összevesztek, hogy nagyon hangos a kakas. Elmentek, hogy belérték van ilyen bevérő mikrofon, és 118 decibel az már a fájdalom küszöb, és 133 decibellel kukorikolt a kis kakas, az a vadászbombázóknak a hangereje. Úgyhogy aztán szépen elvágták, és nagyon fény. Bőrködhet belőle. De most már szóljon, és sok szeretettel a dal. Thank you.
és akkor elő, hogy te volt tudod, délzett kakas, toll a fényes hangjam, kakas! A kemének dallalódott, egész hajcsok, neki hókör, képzeljétek, hogy járt nekem, hogy elhízett minden kette, kakas ikkor az egyre volna, csak nem szólalt meg a torkom, ide tizedi volt este, jaj! Hogyha fáj szörnyen szemben, rekedten nem énekel ellen. Sziasztok! Dr. Markus, mi megtódod? Fűsz kamillát! Szól a doktor, gargari száj, este engyel, de ma fiam, marad csendben. Te átforral, gyúgor kakas, torka gyúgyul hangja. Gargarizálni? Gyerekek! TV2 még lehet nézni az esti mesét, és a Maci mikor fogad, most utána gargarizálni szokott. Megmutassam? Fogja hát a vizet, ugye a poharába, a fogmosó poharába, önt egy kicsit a poharából a szájába. Ilyenkor nem szoktam tapsot kapni, de nem tudom miért, pedig olyan ügyes voltam. Köszönöm szépen, csak vicceltem. És hát ez a 2, 4, 5, 6, 7. 7 kis, maradjatok itt, mert hoztam nektek ajándékot, jó? A ház elé, egy piros Ferrari-t. Fehére, feketi farkán, meg ne fogta fehér farkán. Nem tudta ezt Mehmed is. Felrúgták a tehenek, igaz? Hogy csinál a pocika a tehén? Igaz? És miért szeretjük a tehenet? Mit ad a tehén az embereknek? Tejet, így van. És egy dolgot nem érte Erika néni sem, egy Michelle-t beszélgettünk sokáig, hogy vajon hogy kerül az egész tehén tej dobozba. Mikor ezt a sokkal jobb otthon meginni, igaz? Hála Istennek, én Vidalonyász Gyuri bácsi személyben megtaláltam azt, aki tiszta és mindig házi tejet hoz hozzánk, 200 forintért mindössze, tehát ő sokkal olcsóbb, mint a boltba lévő dobozos tejet, úgyhogy szóljon most ez a dal, olyan vagy, mint Mehmed. Egy kicsit elmegyünk oda, Mehmed közülünk, jó? Thank you.
jön a kaszta, meg fenyő, de dobozba kiteszi. Péter Erika néni tollából, mondanom se kell, itt van közöttünk, ott van kalapban, második sorban integet Erika néni, bizony-bizony 8 verses kötete jelent már meg, országszerte ismert, sőt határunkon túl is ismert írónő, költőnő és fantasztikus előadó is egyébként, nagyon szépen elő is tudja, sokkal jobban, mint én a saját verseit, és akkor a következő dal egy macska csárda lesz, és hát ez egy... Majd csak a szakad, hatás, szíri,